tárlatot a helyi fotóklub vezetője, Késné Máté Réka nyitotta meg, aki elmondta, a természetben nyitott szemmel kell járni, hogy meglássuk élővilágunk szépségeit. A fotózás azért különleges, én úgy gondolom, mert hogy olyan pillanatokat tudunk átadni másoknak, amit esetleg mások nem láthatnak. Ezek most itt természetfotók, és a természetfotó megint egy nagyon külön kategória, hiszen az emberek azt hiszik, hogy a hobbi fotóról beszélünk, az a természetfotó. Holott, ha jobban belegondolunk, talán a legnagyobb felkészültség, tudás, tapasztalat, akár idő egy természetfotóhoz kell, egy jó természetfotó, hogy elkészüljön. Én úgy gondolom, hogy a mostani tárlaton látható 28 kép bizonyítja, hogy Gábor erre nagyon jól felkészült, nagyon színes egyéniség, több helyszínen, többféle állat, négy lábú, két lábú, lábatlan állat is megtekinthető, és én ajánlom mindenkinek a tárlatot. Fiatalkorát Bonyhádon töltötte, majd a fővárosba költözött. Családjával rendszeresen visszalátogatnak a kedvenc fotós helyszíneikre, főleg a Hónikpusztai halastavakhoz. Mostani kiállításnak a témája az a kert legelő halastó, azt úgy is mondhatnám, hogy az első lépések, mert ezt mindig, amikor hazajöttünk Bonyhád Szekszárdra, itt a környéken a Hónigon fotóztuk a legtöbbet, és hát, hogy mondjam, tehát a témáját adta az, ami nekünk csak szabad idő eltöltős volt, hogy itt fényképeztük a legtöbb állatot, főleg vízimadarakat, és akkor ennek kapcsán jött az, hogy annyi fotónk összegyűlt, hogy a feleségem is jófokon volt egy kiállítása. Ugyan ezekből a témakörökből nekem meg most az édes testvérem segítségével itt Bonyhádon az első fotókiállítás. Úgyhogy ennek a témája lett ez a kertlengelő halastó, mert van olyan kép, ami anyunak a virágos kertjébe készült, a legtöbb ugye a Hónignál a halastóba, vagy halastónál, de hát vannak olyanok, amit így jártunk a kertünkbe, egy-egy legelőn lőttünk például. Középiskolában én erdésztechnikusnak tanultam, Bonyhádra is 10 éves koromban kerültem egy kis faluból, a természet közeliség, a természet szeretete az nagyjából innen ered. Aztán az élet úgy hozta, hogy Budapestre költöztem, azóta ott dolgozom, ott élek, viszont a természetbe való kirándulás, meg a hobbiként kezdődött fotózás, ez a kettő így karöltve mindig visszahúzott bennünket ide a környékre. Tehát fiatal koromban a mecseket túráztuk, mecsekbe tettünk túrákat akárhányszor lehetett minden évszakban, és ahogy ehhez a kirándulós hobbihoz hozzájött a fotózás, úgy adódott a dolog, hogy akkor a természetet próbáljuk fotózni, az állatokat próbáljuk fotózni, és az első lépéseket így a családommal karöltve együtt tettük meg, mint egy közös szabadidő program gyanánt. Én nem tanultam fotózni, ez csak hobbi szinten alakult, de hogy komolyabban foglalkozni 3-4 évvel ezelőtt kezdtünk el, akkor vásároltam az első tükörreflexes gépet, akkor kezdtem el belemélyedni az objektívekbe, és akkor úgy, ahogy a feleségemmel, akinek szintén ez egy érdeklődési köre volt, akkor ketten karöltve egy közös hobbiként ezt mindig komolyabban csináltuk, és akkor lettek komolyabb gépek is, meg komolyabb objektívek is egy idővel, ahogy fejlődtünk, és így alakult ki az, hogy fotózunk. Gyerekkorom, ugye a mat is nagyon közel töltöttem a természethez, azt töltötte ki az érdeklődési körömet, eredetileg erdésznek tanultam, tehát az is benne van a dologban, és ez így adta magát. A városi fotózás, a városi környezet az annyira inkább a munkához kötődő mindennapjainkat tölti ki, hogy az nekünk valahogy egy kicsit így kívül esik az érdeklődési körön fotós szemmel, bár ott is vannak nagyon jó pillanatok. Az alkotó elmesélte, mely fotó számára a legkülönlegesebb. Talán a két harkály vitatkozása az a kép, mert az teljesen véletlenül sikerült, ahogy el
csörrentettük a fejem fölött, és séta során, ahogy éppen be volt állítva a gép, ahogy épp a kezembe volt, utánuk lőttem egy sorozatot, és ez az egyetlen egy kép, ami sikerült, és pont úgy sikerült, hogy tetszik is. Tehát a legnagyobb mázli, azt hiszem, ez a kép. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.